Szomorkás, ködös reggel fogadta az adorjáni hurka és kolbász fesztiválra érkezőket, azonban ez senkinek sem szegte kedvét. Az eseményt immáron 7. alkalommal rendezték meg, és idén is nagy számú közönséget vonzott a Kanizsa községhez tartozó kis faluba. Ahogy mindig, idén is hagyományos disznóvágással kezdődött a rendezvény. Ezt követően a csapatok átvették a hurka és kolbász töltéshez szükséges alapanyagokat, és megkezdődhetett a munka. Mindenki igyekezett a jól bevált recepteket alkalmazni. Az aromhegyesi hurka kolbásznak csak az a titka, amit régen is elkészítettek. Különlegesség nincs benne. Ugyanúgy próbáljuk megcsinálni, mint ahogy régen csináltuk, és csinálták az őseink, a szüleink, tehát a taták, még a mamák, a szüleinknek a tatái és a mamái, és azt próbáljuk követni. Sikerrel gondoljuk, vagy siker nélkül, de mi különlegességet nem fogunk csinálni, tehát úgy, mint régen. A hajdinából és hántolt árpából. Tehát ami régen az 50-es évek, 40-es, 50-es években volt hagyomány, mert ugye akkor még a rizsát nem hozták, vagy nem volt rizsa, és mi most azt próbáljuk elkészíteni, ha sikerül, reméljük. Az idén rekordszámú csapat jelentkezett be a versenyre. Összesen 109 csoport szerette volna összemérni tudását hurka és kolbász töltésben. A versenyzők nem csak Vajdaságból, de az anyaországból is érkeztek Adorjánra. Mi a jó cserszegtomai kolbásznak a titka? Milyen recepttel érkeztek ide Adorjánra? Negyedik éve keressük a jó receptet, mert negyedik alkalommal az idén csináltunk kolbásztöltő fesztivált versenyt a kis falunkban, nagy községünkben. Én azt hiszem, hogy még mindig nem jöttünk rá. Kerítést jobban tudunk csinálni, mint kolbász, de igyekszünk a kolbászból kerítést építeni. És én azt gondolom, hogy igazi magyar alapanyagok, a nemzeti alapanyagok azok, amik döntően benne vannak. Semmiféle kunsztokat nem keverünk a kolbászba, a borsot, a paprikát, a sót, és mindenek előtt a jó húst, amelyik viszont kell ahhoz, hogy jó kolbász legyen. A jó hurkának mi a titka? Milyen receptet fognak itt alkalmazni most? A hurka az egy művészet, mert ugye a hurkát azt még sütjük is a végén, és akkor aztán elválik, hogy az hogy volt előkészítve. Abban is a teljesen tradicionális. Ahogy a nagypapa meg a nagymama csinálta, legfeljebb valaki nem úgy vette át, vagy nem úgy jegyezte meg a receptet, de a teljesen tradicionális fűszerezéssel, ugye az abálás után a belekerülő fűszerek azok nem is annyira dekára, gramra, hanem inkább érzésre, ízre, és hogyha ebbe mi most itt Adorjánban ki akarunk rukkolni,
akkor jól állunk, mert 4-5 olyan ember is van velem, aki kiváló ízérzékkel és hatalmas nagy szívvel és nagy tapasztalattal van az ízekben. A csapatok sátrai között felbukkant egy Adorján nevet viselő szorgoskodó csoport is, akik a magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek a fesztiválra, nevüket pedig a csapatkapitányról kapták. A térségünkben a jellemző, hogy majorannásan készítjük a ételt, illetve ezeket a hurkákat, és a kolbásznál pedig a megfelelő paprika, só, bors aránya az, ami nagyon fontos. Meg talán az, hogy a csapatunknak benne van szíve, lelke ezekben a készült ételekben. Hanyadik alkalommal vannak itt Adorjánon? Adorjánon a településen második alkalommal, bár tavaly csak átutazóban voltunk, és úgy gondoltuk, hogy idén megmérettetjük magunkat, egy baráti csapattal érkeztünk, úgyhogy igazán a versenyen most vagyunk először. És hogy érzik magukat, hogy tetszik az egész verseny? Nagyon tetszik, nagyon különleges az egész szervezés, nagyon különleges maga a település, és nagyon köszönjük mi, hogy itt lehetünk. Az elkészült finomságokat zsűri értékelte és díjazta. Azt tudom elmondani, hogy évről évre fejlődnek a hurkáknak, kolbásznak az ízei, a minősége és a kivitele, ami nagyon dicséretes és nagyon jó. Megszívlelik a készítők a tanácsokat, igyekeznek a fűszerezést intenzíven úgy csinálni, hogy harmonikus ízek jöjjönek elő. És úgy gondolom, hogy ez a mai nap is bizonyította, hogy nagyon sok jó terméket kaptunk úgy kolbászból, mint hurkából. Milyen szempontok alapján díjazott a zsűri? Először is ugye kinézetére, tehát gyakorlatilag minden érzékszervünkkel részt veszünk a zsűrizésben, amit megkapunk, milyen az állaga, milyen a keménység, hogy néz ki, majd megillatozzuk, megkóstoljuk, és akkor az összeízhatás, ami dönt. Ugyan a hurkánál is nagyon lényeges, mert a rizsnek, a húsnak az aránya, a fűszereknek az aránya, a kolbásznál szintén, ugye a só, bors, ugye sokan azt tévesztik el, hogy tudják a receptet, de nem mindegy, hogy valaki füstölésre készíti a kolbász, vagy friss fogyasztásra. A fesztivált gazdag program övezte, az odalátogatók a 2000 személy befogadására alkalmas rendezvénysátor alatt forró italokkal tudtak felmelegedni, illetve a szervezők által sütött kolbászból és hurkából is falatozhattak. Emellett a színpadon egymást váltották a lakodalmas zenekarok. Akkor már világ lesz, és túl van Isten, akkor majd
valamint az utcán egy oldtimer autófelvonulást is megnézhettek, ezután pedig közelebbről is megismerkedhettek a régi járművekkel. Az arra járók a gazdag kirakodóvásárt sem hagyták figyelmen kívül, a mezőgazdasági gépeket gyártó cégek is jelen voltak az eseményen, ahol különféle gépeiket tekinthették meg az érdeklődők. Immáron 5. alkalommal vagyunk itt az Adorjáni Hurka és Kolbász Fesztiválon. Jelenleg azokat a gépeket hoztuk ki, amelyre legnagyobb érdeklődést mutatnak a földművesek, a sorközművelő kultivátor, a Cambridge gyűrűs henger, illetve a talajelőkészítő. Mennyire népszerűek itt, érdeklődnek-e a vevők itt jelenleg, vagy pedig először megnézik, és akkor majd utána a Berkóban kicsit tovább mélyítik ezt az egészet? A gyakorlat azt mutatja, hogy itt körbenéznek, összehasonlítják a kínálatot, és utána a vásárlás inkább az elkövetkező időszakban fog megtörténni. A szervezők szerettek volna egy egyedi versenyt létrehozni, amely eltér a hagyományos hűzőversenyektől. Vidékünkön egyre több helyen különböző főzőversenyeket szerveztek is, hogy valamit mi is kezdjünk itt magunkkal Adorjánon. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy nem főzőverseny, hanem inkább disznóval kapcsolatos dolog, egy hagyományos disznóölés, majd utána hurkakolbász készítésben mérjék össze a csapatok az erejüket. Mennyire volt népszerű egykor a rendezvény, és mennyire népszerű most? Hát az első rendezvény is jól sikerült. Azt január végén csináltuk meg, majd ugyanabban az évben, mindjárt novemberben is csináltuk a másikat. Ugyanis januárban azért kicsit az időjárás kiszámíthatatlanabb, mint november végén. Valamint az is volt a másik ok, hogy őseink is általában itt november végén, András nap körül kezdődtek meg a disznóölések. A szervező azt is elmondta, az esemény népszerűsége ennyi idő után is töretlen. Első évben 63-64 csapat jelentkezett, míg most közel a duplája volt a jelentkezők száma.